kiváló egyetemelismerést kapott a Pécsi Tudományegyetem klinikai központja az egészségügyben nyújtott kiemelkedő teljesítményéért. Az egész magyar egészségügyről áttekintést adó Figyelő Top 200 évkönyv az egészségügyi ellátás széles területein Igen, nyújtott egyenletes teljesítményért ítélte a díjat a klinikai 4 4 központnak, 4 4 központnak a pályázó magyar 5 egyetemi 5 klinikák közül. Természetesen nagyon örülünk ennek az elismerésnek valahol 3000 dolgozónk munkájának az egy adott tárgyban meg egy oklevélben megtestesülő elismerése. Természetesen tudjuk, hogy az elismerés mellett azért a nehézségeink, gondjaink változatlanul ott vannak a hétköznapjainkban. Az értékeléskor többek között a kórházi ágyak száma, a kórház minőségbiztosítási rendszere, és a szakdolgozók és orvosok képesítése is szempont volt, melyek mindegyikében kiemelkedő eredményt ért el a klinikai központ. Itt a szakmák elsöprő többség esetében olyan országosan ismert vezető szakember irányítja a tevékenységet, ami önmagában is valahol egy védjegye az adott típusú betegellátásnak és ehhez a védjegyhez járulhat hozzá a 400 ágyas klinika épületének három részprojektben történő átalakítása és bővítése is, mondja a főigazgató, melynek rekonstrukciós munkálatai a megfelelő ütemben haladnak. Az első kézzel fogható, a betegek által is érzékelhető eredmény nem nagyon sokára már értékelhető lesz. A képalkotó diagnosztikai egységeink egy újonnan létrehozott részlegbe kerülnek centralizált formában elhelyezésre. Most ezekben a napokban zajlik a költözködés. Ezt a költözködés betegeink úgy élik meg, hogy bizonyos szolgáltatásokra most átmenetileg nem lehet itt Pécset hozzájutni. Ugyanakkor néhány hét múlva egy megújult helyen technikailag is sokkal jobb feltételek mellett zajlik például az izotóp diagnosztika. Ez egy első lépés, és aztán persze meg kell majd várnunk, a teljes épület tömb elkészültét ahhoz, hogy ott megindulhasson a teljes körű betegellátás. Ami ha elindul, valóban egy teljesen megújult 21. századi infrastruktúrával, 355 ágyjal, egy központi műtőblokkal és a jelenlegi jóval magasabb komfortszintű ellátással rendelkező egyetemi betegellátó központ jön létre a Baranyai megyeszékhelyen.